Sziasztok! Ebben a részben bemutatjuk nektek, hogyan viselkedik a Ubiquiti Amplify Instant otthoni környezetben. A dobozban kettő terméket találunk, egy Amplify Instantot, illetve egy Amplify Instant Mesh egységet. Az Instanton egy LCD kijelző található, valamint kettő darab gigabites Ethernet porttal rendelkezik, amiből az egyik a LAN, a másik pedig a WAN port. A Mesh egységen csak egy darab gigabites LAN port található. Mind a kettő tápellátásáról USB-C-s power adapter gondoskodik. Rádiós paraméterét tekintve mind 2,4 GHz-en, mind 5 GHz-en 2x2 MIMO-ra képes, valamint akár AC szabványú kommunikációt is támogat, ezen kívül Bluetooth segíti a beállítást. A beállítása egyszerű. Az Amplify alkalmazást mobiltelefonra letöltve azonnal megtalálja a központi egységet, és azonnal tudjuk konfigurálni azt. A tesztünket egy nagyméretű polgári lakásban végeztük el, ahol a vezeték nélküli kommunikációt nagyban nehezítik a vastag falak, a nagy távolság, illetve a házban található többi vezeték nélküli hálózat. A tesztünk során arra törekedtünk, hogy otthoni felhasználó szerepét játsszuk el, és a lehető legegyszerűbben, leggyorsabban, mobil applikáción keresztül állítsuk be ezeket az eszközöket. Akkor lássuk a teszt eredményeket. Az első mérési helyszínünk a router közelében volt, ahol mobiltelefonnal, speedtest.net segítségével 239 megabit per szekundumos letöltési sebességet értünk el. Ugyanezen a helyszínen notebookkal, iPerf segítségével 355 per 431 megabit per szekundumot mértünk. A második mérési pontunk a lakás legtávolabbi részében három szobával arrébb volt, ott igénybe vettünk egy mesh eszközt, ez a mesh eszköz 36%-os jelszinttel állt össze a központi eszközzel. Erre az eszközre felcsatlakozva mobiltelefonnal 68,6 megabit per szekundumot mértünk. Laptoppal Wi-Fi-n keresztül felcsatlakozva erre az eszközre 62 per 68,4 megabit per szekundumot mértünk iPerf segítségével, kábelen pedig 93 és 106 megabit per szekundumot. Annak ellenére, hogy ez a termék az Amplify belépő szintű kategóriához tartozik, majdnem ugyanazt kapjuk teljesítményben, mint a nagy testvéreknél, egy különbséggel, hogy ennek a központi egységén csak egy darab LAN található. Ez volt a Ubiquiti Amplify Instantnak az otthoni teljesítménytesztje. Ha bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentben, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!